Van ugye Figaro, akit csak Susanna érdekel, ám van a gróf meg Cherubino, akiket viszont minden nő. Ami persze Figarót zavarja és ellentámadásba lendül. Ez egy kegyetlen ember? Kegyetlen nül jó kolléga. Ez még egy piszok fiatal srác. Az biztos, és az összes nőt megpróbálja abuzálni. Tehát valahogy nagyon mélyen gyökerezik az emberben minden egyes mozzanata, és volt annyira bátor, hogy ezt nem egy olyan műbe rakta bele, amiben kevés dolog történik, hanem egy olyan műben, amiben rekordmennyiségű dolog történik. Úgyhogy ez egyszer is mindegy ilyen nagyon komoly kézi munkát igényel, van az értelemben, másrésztről meg tényleg nem lehet egy másodperc sem lankadni olyan értelemben, hogy pszichológiailag az helyén legyen a dolog. Ráadásul mindezt több szereposztásban kell megszervezni. Aki aznap nincs a színpadon, gyakran a nézőtérről figyeli a próbát. Rendkívül hasznos végignézni a másik szereposztás munkáját, és én is tanulok belőle, és hát nyilván kollégám is. Nagyon jó dolog az, hogy bejövünk, megnézzük, hogy a másik szereposztás mit dolgozik, mert mivel hogy ugyanazokat az instrukciókat kapjuk a rendezőtől, van amiket minden szereplő másképp fogalmaz meg, és akkor néha le lehet lesni valami olyan dolgot, amivel te a te szerepetet tudod bővíteni. A fiú szerepet éneklő lányt lánynak öltöztetik, amiből nagy kalamajka adódik, ugyanis időközben megérkezik a féltékeny férj. Aminek az lesz a következménye, hogy a lány visszaöltözik fiúnak és kiugrik az ablakon. A darab karmesterei maguk játsszák a recitatívok csemballó kíséretét is. Én örömmel játszom, hát az ennek a darabnak egyik legcsodálatosabb lehetősége egy karmester számára, hogy ott a csemballónál valahogy közbeavatkozik a színpadi cselekménybe, és segíti kis frázis ismétlésekkel, névjegyekkel, hogy amikor a Cherubinról van szó, akkor bejátszok egy trombita szólót, meg ilyesmi. Ez egy nagyon jó dolog, hogy senki nem kényszerít, én magam választottam, mert mi karmesterek így döntöttünk. És persze nem árt, ha egy színváltás gyorsan megvalósul, ha a kastély szobáját rövid úton árnyas gesztenyéskertté lehet varázsolni. Nehogy kiessünk a tempóból.